kalapgépeknél... Tehát azt akarom mondani, hogy a vakú használatával, hogyha ezt el akarjuk kerülni, akkor csínyán kell bánni. Így van. Meg kell tanulni használni a vakut is. Azért vannak profi, ezt úgy hívják, hogy külső vaku, és a vaku papucsra kell rá helyezni, utána rá szorítani, hogy ne csusszon le. Igen, drága modelleknél előfordul az, hogy ezt már úgy lehet használni, hogy ne direktben, most én direkt állítottam rád. Most rám fogsz villantani? Ne, kérdezem ilyetten. Hát végül is, hogyha már itt a lehetőség, akkor csinálhatunk egy próbát. Ennek a vakunak a kulcsszáma 200, bocsánat. Azt most kulcsszám meg ilyesmi. Azt akartam kérdezni, de akkor ne kérdezzem. Ezt most ne kérdezz, mert ez egy másik téma, tehát most a fényről beszélünk. És akkor én most rád villantok, úgyhogy készítünk is egy... Szerencsére. Egy, ilyen még nem volt a szememben az adásban, hogy rólad fotó készüljön. A kollégák ügyesen leúzták a fényt, látod? Abszolút. Érzékelt közben, hogy így van. Rendkívül szenzitíven követik a műsort. Beállítjuk a 200-adra az időt. Így van. Jó van. Az előbb egy másik fényképezőgépet használtam. Nagyon jó. Így. Tökéletes. Most kérném még a kollégát, hogy húzza vissza. Vissza az előző romantikusan sejtelmes fényt. Húzza le. Most azt lehetett az előbb látni, hogy elforgattam ezt a fejet. Itt van egy szürke fal. Arra fogom villantani a fényt, és úgy készítek egy fotót. Majd ez látható is a képen, hogy egy olyan fotót látunk most, ami direktbe van villantva. Hát ebben az esetben, az első esetben, igen, meg is mutatom neked, szinte kín szenvedés az arcod neked is a villanást. Amúgy is, de igen. Így van. És látod, hogy a bőrnek a tónusai több helyen világítanak, míg máshol meg elvesztek. Így van. Megmutatom a másik fotót. Itt azt látod, kicsit hogy... Kicsit jobbképű vagyok ezen. Hogy másik irányból érkezik. Tehát, tehát nem szemből érkezik a fény, igen, hanem oldalfény. Ezért úgy, az arcom egyik fele sötétebb is. Bebukott, így van. Ezt akár mondhatnám úgy is, hogy súrlófény egyébként. Amennyiben? Mert oldalról kaptad a fényt, és vert, tehát visszavert, szürke falról visszavert fényt kaptál, ami nem olyan intenzitású már, mint a direkt fény. Igen, hát ezt nyilván most a nézők is világosan látják. Ez jó volt. És ha már itt tartunk ugye a fénynél, akkor az sem mindegy, hogy milyen napszakban fotózunk, hogy az előbb elhangzódott a súrlófény. Igen. Ez a természetben mikor használható, vagy mikor van szerinted súrlófény? Mondd el, kérlek. Ez a reggeli órákban és a napnyugta, tehát a nap felkelte. Amikor nem annyira direkten. És a napnyugta időszakában van, amikor a földet úgy éri a napfénye, hogy oldalirányban, tehát súrlófényben. Tehát a déli napsütésben fotózunk, akkor árkos képeket kapunk, árkos képeket kapunk, ugyanis itt a járom, nem, milyen csont ez a szemöldök csont, beárnyékolja a szemünk alatti részt. Mm. Vagy az órunknál, a szánkra egy ilyen csúnya árnyékfoltot kapunk. Ezért jobb naplementében fotózni egyébként, meg egyébként a színhőmérséklete is megváltozik az idő múlásával. Ha fölülről déli napsütést kapunk, akkor megkapjuk ezt az átmérőt, ugye? Tehát itt van a földkéreg, itt van a légmagasságunk. Ez X. Ha oldalról kapjuk, akkor nagyobb
légrétegen jut keresztül, igen. Tehát megszűri, nagyobb szűrést kap a levegő által a fény. Biztosan. Ha fényjel játszol, mint mondjuk, persze ez nyilván ezt amatőr fotósokra is mondhatjuk, de hogyha elkészítesz egy képet, és mondjuk nyilván adott egyfajta körülmény, amiben fotózol, de a kép hangulatához direkt is alakítod ezeket a dolgokat, vagy direkt játszol úgy a fénnyel? Mondjuk nem tudom, nyilván egy, én csak abból indulok ki, hogy egy, nem tudom, színdarabot, filmet nyilván direkt játszanak fénnyel, hogy alátámasztanak egy bizonyos hangulatot, mondjuk, nem tudom, a film noir takarja el a fej részét, és ettől az egésznek lesz egy ilyen furcsa, feketés, baljós hangulata, vagyis hát nekem. Tehát te is tudatosan rakod ezeket a hangulatokat? Igen, igen, igen. Mielőtt ebbe elmérnék, tehát a fényjáték, ez tehát idevágó, hogy ugye említettem, hogy a déli napsütésben árkos árnyékok keletkeznek az arcon, ezt vakuval deríteni nagyon jól lehet. Ami azt jelenti, hogy nem direktben vakuzok rád, hanem egy derítő lappal. Ugye a fény minden irányban terjed, azt mondtuk, tehát amikor innen kilép, nem csak fölfele fog, hanem erre is fog. És ez pedig visszaveri. És ez a fény meg az arcodra fog érkezni. És ez egy derített fény, nem olyan direkt, nem olyan ütős, hogy úgy mondjam. Mutassuk meg ezt is. Csináljunk ezzel jó, is egy... akkor kérjük a kollégákat, hogy megint húzzák le a fényt. Köszönöm. Egy mosoly. Nagyon jó. És hát látható a különbség egyébként. Tehát itt már a bőr tónusok sokkal inkább élnek. Igen. Tehát ezzel lehet kiküszöbölni ezek a déli napsütésnek a káros, úgymond fényhatásait. Stúdióban nagyon jó például az aktfotózás, ugye a kollégák említették, hogy miért nem lesz az akt témáról szó. Hát én kardoskodom mellette, hogy egyszer szerintem az egy műsort megér, de meglátjuk, igen. Hát hogyha lesz megfelelő modell, akár be is lehet, itt megvan a lehetőség rá is, meg tudjuk oldani, ha megtaláljuk a megfelelő modellt. Természetesen. Igen, tehát volt olyan fotózásom, hogy megcsináltam, amit kért az illető hölgy róla, tehát a különböző ruhákban, különféle beállításokban, és utána én kértem, hogy most egy pár képet szeretnék olyat, amit ő nem kért ugyan, de megmutatom neki hát, ha tetszik. És árnyékokkal játszottam, látszódott ugye a test vonala, tehát ilyen szűk ruhákban voltak, úgy forgattam, hogy látszódjon az idom, az arc profil megmutatta neki, és sokkal jobban, nagyobb élményt okozott neki, mert volt egyfajta játékosság benne. Nyilván ez egy játékosság volt, ez nem azt a célt szolgálta, amit ő kért, mert ő emlékalbumba kérte, ott nem feltétlenül jó az, ha játszunk az árnyékkal, mert idős korában nem arra kíváncsi, hanem milyen szép volt, az unokáknak megmutathassa, hogy milyen divat volt. De néha nem árt, hogyha ilyen kis játékot beleviszünk, mert oldódik a stúdióbeli feszültsége a hölgynek, ugye ez egy olyan környezet, ahol ő még nem nagyon szerepelt, és hasznos, hogyha feloldódik. Meg hát, hogyha nem stúdióról beszélünk, hanem arról, hogy valaki otthon fotózik, és fölkeltettük az érdeklődését, hogy többet figyeljen erre, és többet játszon ezzel, akkor hát használja bátran. Így van, nagyon egyszerű. Nem kell félni az ablakon beáradó fénytől, el kell húzni a függönyt, felhúzni a reluxát, vagy a redőnyt, és nagyon jó, érdekes képeket lehet készíteni otthon, a lakásban, a súrlófényekkel játszva. Úgyhogy én mindenkit erre búzdítok, hogy tanulja tovább a fotózás rejtelmeit, figyelje a műsorunkat. Én pedig jó fényeket kívánok a további munkáthoz, és köszönöm szépen, hogy nagyon szépen köszönöm.